Jó reggelt kívánok mindenkinek! Szevasztok! Hát amennyiben reggel lenne, fogadnám is a köszönésed, de hát... Nincs reggel, Charlie. Tegyük hozzá. Azért, mert három éjszakán volt, és fél ötkor keltem. Guten Tag! Eszébe jutott, hogy itt van. Meine Damen und Herren, Guten Tag! Herzlich Guten Tag! Aktung, el. farolade, farolade vigyázat, a leopárt harap. Élőben megyünk, Charlie. Igen, azt szeretném Igen. mondani, hogy a, a párasító podcast új fokozatba kapcsol, évadzáró adás is on az ECIGI tesztek Facebook oldalán, onnan megosztottam a párásítóba, mert ez csoportba sajnos nem lehet, de ez csak hang, ez tök jó új feature a a játéknak, ahogy látom itt a cseten, Bárány Miki, Anka Zsuzsika, Lupták Zoli, sziasztok, sziasztok, sziasztok mindenkinek. Úgyhogy körülbelül ennyi. És, és majd még pár extra dolgot, még majd mesélgetünk, de körülbelül... Charlie hastáncolni fog élőben. Igen, 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 várják! Már hullámzik, már hullámzik. Bele, bele a, mikrofonba. Bele has, táncol a mikrofonba, öcsém. Igen, 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 igen. Mm. Ó, ó, valaki sört pattint. Lehet megy márka is. At, lehet megy is, igen, csak ennek nem... Kupakos, az, 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 az. Ennek nem olyan hangja volt, Krisztián. Ennek nem, ennek gyömbérsör hangja volt. Gyömbérsör kupak nem gyömbérsör. hangja de most fedeztem föl, hogy csavaros a kupak, úgyhogy nem tudom, minek hoztam sörnyitót hozzá. Amerikai! Ó, kérem szépen! <kül> Na, meséljetek, mi történt. Véletek rosszarcúak. Hű, ki kezdje? Hát, figyelj, kezdhetem én is, hogyha össze akarod szedni a gondolataidat. Bár úgyis bele fogsz még szólni. Teljesen Miattad biztosan. Miattad megy tönkre az internet, te kis troll kezdemény. Ah, jó. Jó, jut, is az is az jut is eszembe. Jut is eszembe. a hangja, hogy hogy is éljük, eszembe. vagyunk. Igen, igen, igen. Hát, mert az is a marha jó a mikrofon, ami itt van oh, az óra mellett. Ez... Ezúttal is köszönöm mindenkinek aki ebben részt vett, tombolázott, illetve hozzásegített minket ahhoz, hogy végre valahára legyen egy olyan setup, amit akár egy csik -Szeredába is kivihetek, és még a málnásba medvével is tudok interjút csinálni, annélkül, hogy mikrofonálványt kéne vinnem magammal, és akár merre forgatom a fejem, éjszak dél, kelet, nyugat. <laughs> Teljesen mindegy, mert a hangom mindig konzisztens. Érted, Krisztián? Konzisztens. Ki... ki szeretnélek javítani, tehát, hogyha te interjút készítesz egy medvével, ő szemben áll, és ez a mikrofon irányérzékeny a szád felé, úgyhogy a medvét ki fogja szűrni a nagyját a brummogásának. Szoros Charlie, a, Charlie a, a medve, a medve nem tud beszélni. A medve nem. Bárány... Tehát a medve nem beszélt. Tehát a, a medve, kurvára mindegy, hogy a medve van nem. A, a, medve nem, de a bárányok nem hallgatnak, mert bárány Miki megjegyezte most élőben, hogy valóban jobb a hang, és fifika kérlek, most, hát ha nem is táncolsz, de bugizzál a fejeddel, és közben beszélj, és, és hát minden el... irányba hát, forgok, ha elkapja érted? Krisztiánt a sárga irítség, hogy jövő Hónaptól neki is kell egy ilyen csudajó setup. Nem nem, hát, nem, 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 nem. nehéz lesz rábeszélni, tehát érted ez a. Ah, oh, nem, nem. Inkább ürök törökülésbe az ágy előtt, fölrakom a kis mikrofonálványomat, lesúlyozom a cipős dobozba tett összes számítástechnikai diplomámmal, és akkor majd az úgy teljesen jó lesz, érted? No, nem, elektromos egedű erősítővel no offense rá egyébként a többi a stimmel no offense Krisztián egy no offense. mikrofont kell neki venni. el nekem mert tényleg kíváncsi vagyok hogy mi benned ez a zsigeri ellenállás a fejlődéssel szemben tehát mi indukálja ezt hogy amikor mi megmutattuk neked te egyből azt vágtad rá hogy hogy nem nem a minőségre nem tudom, van bennem valami ellenállás a fejes mikrofonokkal szemben, de igazából most, hogy végiggondolok, gondolok, itt van a fejhallgató a fülemen, és most, hogy fifi... -fi. De tényleg, ebben nem gondoltam az bele hogy Most, hogy belegondolok, ugye? itt van a fejhallgató a fejemben, vagy fülemen, és itt van előttem a mikrofon. Ha mégis kell egy ilyen akkor, fiú. És, és most rávilágított, hogy nem kéne törökülésbe itt gubbasztanom a mikrofon előtt, ami pedig egy komoly quality of life improvement lehetne. Hát ezt elbasztam, srácok. Ez. <laughs> akár, akár fekhetnél is, érted? Tehát, hogy így akár. átradőhetnél a fotelben, azt csinálnál, amit akarná, de nem, tehát Christian, téged nem tudom. Krisztián, szerintem rakjuk föl apróba izét a, a, a cuccokat, hogy ugyanitt Audio mikrofon szivacs, állvány, használaton kívüli eladó Várja 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 mert megtöbbszörözte már az értékét hát ja, figyelj ja, ja. már hát egyébként na, na szóval térünk vissza a komolyság meszjére kurva jó a a hangod és tényleg úgy érzem hogy hogy egyszer beállítod jól, és, és, és patent minden honnan, mert ugye a fejeddel együtt mozog, mint egy manuális gyroszkópként működsz, tehát amerre mozgatod a fejed, oda mozdul a mikrofon is. Úgyhogy nagyon patent. Olyan, figyelj, ez olyan, mintha drón mikrofonod lenne, Krisztián. Sőt, mintha hát te a drón. <laughs> nagyon jó. Nagyon. Ja, és a másik, hogy most már, nem tudom, mikor egy fél órával ezelőtt kezdtünk el Charlie beszélni? Hát akkor, amikor elkezdett volna kezdenünk vártunk, a felvételt, igen. És, és közben beszélgettünk, és abszolút nem meleg a, a fülem, nem izzadt be, tehát piszak jó szellőzik a párna, mindaz mellett egyébként a a hangot is bent tartja, tehát most ilyen nem is tudom, egy, egy harmad hangerőn van a a a kimenetére dugtam rá, teljesen jó működik. Hát mert tehát... tegyük hozzá, hogy ez dinamikus, az még ugye fontos. Ja, és ez, és ez dinamikus, így, így van, tehát nem uh, sokkal uh, kevesebb benne a zaj és a, a pici pattogások, meg nem tudom én, de ezt majd nyilván meg fogod látni a fölvételen, hogy mennyire jobb, mint a nagymembrános mikrofon volt. A és xlr Kondenzátor. XLR-rel megy, és nem kell neki tap képzel, de... No, hát, hát úgy megy XLR-rel, hogy elméletileg, XLR meg elméletileg, egy jack. elméletileg úgy is működne, hogyha a XLR jack átalakítót tesz erre, akkor egy sima jackről is megy. De hát ugye olyanja van Krisztiánnak is, mint neked. Tehát a, 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 úgy képzeled el, Krisztián, hogy a madzag, ami kijön a, a fülhallgatóból, két külön madzag gyakorlatilag gyárilag egyben, és ö, ketté van bontva. Az egyik az egy XLR ö, ö, kimenet, az a mikrofon felé, a másik pedig egy nagy jack bemenet, az meg a a fülha, vagy fülhallgató felé. Úgyhogy akár azt is lehet, hogy nem használja az ember a. Fülhallgató részét csak énekel bele, amire mondjuk a dinamikus mikrofon annyira így nem frutti. Az én hangom is azért szar, hogyha énekelek podcast közben, mert ez csak egy dinamikus mikrofon, de egyébként nagyon. Kizárólag azért igen. Igen, igen, igen. Az én hangom, Charlie, nem szar, ha ének. Énekeljek. Nem szar a hangom. Nem, ha nem, bele. neked, látatlanban okay. is. Hm. Éne, produkálja magát, kim vagyunk élőben, és produkálja magát. Őrül ez. Na, várjunk, most akkor térjünk vissza, hogy mi történt. Tehát azon kívül, hogy hogy ehhez a, a setuphoz egy. A, hála a magyar póstának. Mert azért lássuk be, hogy a, a magyar pósta már bármi más csinál, csak az alapszolgáltatásait nem. E, és, és, én, és én ilyenkor nem a postán dolgozó emberek fejét ütöm, mert nagyon sok jó ember dolgozik a postán, egyáltalán a magyar posta létezését egyébként azok az emberek hosszabbítják meg, akik még mindig becsületesen dolgoznak ott. De ugye a Charlie feladta a Szegedi cégcímre ugye a setupot, de ott nincs senki. Beszéltem a futárra, mondom, szeretném, hogyha holnap, ugye kétszer kéne, hogy kézbesítsenek, szeretném a holnap ezt dócra kézbesíteni ki a, a futár. Dümöget valamit az óra alatt, és nem kézbesítette ki. Tehát ilyenkor nincs más teendőd, ugyanis nem kérheted a hozzád közeli postára, vagy akárhova ez beviszi ilyenkor a, az NPL futárhoz tartozó központi postahivatalba, Szegeden nálunk az úgynevezett nagy posta. Na, bezúzok a nagy postára, mondom, hogy jöttem a, a csomagért, ugye vittem magammal az értesítőt. És akkor mondja a fickó, hogy és meghatalmazása van, mondom, én azt gondolom, hogy van egyébként, de rajta van a nevem a, a sztorin, tehát ott van, hogy ezt írta rá Csárdi szó szerint, Ficsor Zoltán úr részére. Ö, és akkor így jöttek ezek a... És most mi lenne, ha nem lenne net? Mondom, ezt ne fokozzuk tovább, mert én a végét tudom, mi lenne, ha ledobnák az atombombát. Tehát akkor ott van vége ennek a történetnek. <tosz> Tehát ez a, a válasz, a, végs, a végső válasz. Mi lenne, ha ledobnák az atombombát? És, de volt net, tehát működött a számítógép. Mondta nekem, nem működne a számítógép, a csomagot se tudná ideadni, ugye? Egyébként, na megnéztem, van meghatalmazás a izé, hozzé úgyhogy egy ilyen 10 perces hezitálás után, de, de, egy ilyen rém mogorva pokróc volt a fickó, és amikor ideadta a kezembe a csomagot, rezignálta, rám, rám nézett, és sorsjegyet kére. Hát, hogy a kurva anyádban ne kérnék sorsjegyet, amiért ilyen kedves voltál gyors és segítőkész, az még ötet adja el, ilyen gyerek. Hát komolyan mondom, gyerekek, tehát én nem tudom, hol, hol van a határ, érted a a, áh, szóval Erről a, Erről a sors tudod mi jut eszembe? Mindig az üvegtigrisbe, amikor megy a rendőr kaparni, bazd meg, sose fizet Lalinak, de mindig kapar, és azt amikor nyer, akkor oda dugja, hogy nyertem. De hát ki se fizetted, de nyertem. Ez kéne neked is. Kivenni a sors kaparsz is, amelyiket nyersz, ezt visszaadod, hogy beszeretnéd váltani. Tudod, ez a helyi hülye vagy? Nem, az ugye hogy te nem helyi hülye vagy. De, de vagy helyi. Ugye. de, de. de. Na úgyhogy ez, ez, ez óriási challenge volt, tehát azért nekem külön be kellett menni, parkolójegyet venni, ugye mert hol legyen a nagypóst a Szegeden, ha nem benne a belvárosban, ahol a aranyárba lehet parkolni egyébként. Úgyhogy ö, ennek rettentően örültem, illetve ami még, hát itthon vannak a lányaim, tehát én most egy, egy hete, ugye múlt hét ö, csütörtök óta vagyok itthon, én most egy hete gyakorlatilag ö, abba topzódom, hogy végre az összes lányom körébe ö, lehetek. Rá, és Akkor is. Még nem. Hát mi, Jaj, a mi hát, un hát Ilyen hát, hát hát, hát, hát hát, hát gyorsan az idő, oké, okay, oké. Okay. Ilyen, ilyen, gyorsan nem, nem telik az idő, de, de Bogi lányomnak nagy, nagyon jó pofa, pici kis uh, pocakja van. És hát láttam, viszont unokázhatsz. Láttam fölvételeket, az egyik szopta az ujját, a másik meg rugdosta az anyja hasát, úgyhogy mind, mind, a két... Uh, magzat uh, jól érzi magát. Még nem tudjuk a nemüket, uh, de, de szépen fejlődnek. És ma ennek örömére uh, elmentem Bereniké lányommal egy órakor első előadás. Uh, mi ez? Galaxis uh, Utik, galaxis? Galaxis. Nem, 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 új film most jött ki, nézd már, nem, a nem jaj, jött galaxis van, A Galaxis Őrzői kettő. Őrzői 2, így van Úgy van úgy, szóval. van, úgy van Marha hosszú film uh, annyira nem mozgalmas, mint az első rész uh, nem spoilerezem el, de de a, a grú, az valami zseniális benne, a a, a kicsi fa emberke aki az első rész végén lép be a sztoriba. És Amúgy egy... mindig Vin Diesel a... Vin Diesel a hangja Sz képzelve. <laughs> zseniális, zseniális. Mondjuk nem tudod, hogy semmi más nem mond, csak hogy én vagyok grú. De azt, de azt rettentő jó mondja. Tehát szerintem a Vin Dieselnek nem kellett azért olyan sok Ö, szinkront ö, fizetni, mert három szó föl, föl ezt, a és utána... Igen, 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 igen. Komolyan nem kellett változtatni a szövegkönyvet. De jó volt a film, ö, tetszett, ö, iszonyú hosszú, és ö, azt mindenkinek ajánlom, hogy amikor a vége főcím megy, maradjon bent. Mert ott még van negyed óra, ott megy a, a vége főcím, zseniálisan megcsinálták, tehát iszonyú jó, és közben még vannak jelenetek. Tehát egészen az utolsó percig még vannak jelenetek, és megint büszkék lehetünk a magyarokra, mert ezen a filmen is természetesen ö, dolgoztak ö, magyar szakemberek. Én azt gondolom, hogy a színezés, igen, az a, a, az egyik ilyen specialitása a magyaroknak tudod, az ilyen utánszínezés. <coughs> Mindez mellett, hogy a Moziba egyébként láttuk a, a Valerián és a, az ezer bolygó bemutatóját, ami fú, gyerekek, tehát azt a filmet annyira várom. Annyira, hogy hihetetlen. Úgyhogy ennyi történt velem. Most jöttek. Azt még hozzáfűzném, hogy <coughs> amit keresték kifejezést a színezésre, az a color grading. A, amiben valóban jók a magyarok. Egyébként vannak magyarokként London is. Ez túl. az, amit magyarul fényelésnek hívnak? Igen, igen. <coughs> Tehát nem színezzik hanem a, a fé olyan, mint egy lightroom-mal játszani, mondjuk egy fotón, csak itt videón játszol. A másik, hogy az előző témáthoz kommentelte jó bárány Miklós gőztársunk, hogy kis kisgömböjdet pocakom nekem is van. <coughs> Mm. Igen, csak nem ikrek vannak benne, hanem töltött káposzta, azért az nagy különbség, lássuk. Ez még nem oka arra, kifika, hogy ne vidd el moziba. Annyira kirekesztő vagy, annyira okay. kirekesztő vagy, és ha két hamburger teszik, akkor ikrek? Na. Ak akkor ikrek, akkor ikrek. Lackon... De nem az enyém, de, de, nem az enyém, semmi közöm hozzá. Garaslackonok gyorsan válaszolnék, nem szegedi vagyok, nem tudom, miből szűrte le a konzekvenciát. Na, és veled, mújó? Jaj, én kerültem sorra. Az az izgalmas ebben, hogy kim vagyunk élőben, hogy nem hibázhatunk, és akkor nem mondhat Csárli ilyeneket, hogy oké, okay, akkor marker, ezt majd kivágom. De a pillanatok alatt, tehát majd akkor adás után törlöm a live-ot, és most legalább meghalhatják élőben, és szeretném kérni, hogy mindenki figyeljen rá, hogy hányszor őzik és krákog Fifika? Csak ezt a kettőt figyeljétek, semmi más. És aki pedig elalszik a hangomon, az ne a billentyűzetre billentse az arcát, mert tele ez kis apró rácsokkal a feje. Na, mi történt? Uh, velem mi történt? Jaj, itt volt a vándor cirkus, rácok. Ez, ez borzalmas volt, hogy nagyon csodaszép helyen lakom, itt szemben a, a városligettel, a felvonulási térnél, és az év zömében, ez, ez egy nagyon csodálatos dolog, amikor jönnek ilyen dolgok, mint a, a gyereknap, meg május elsője, meg hasonló dolgok, akkor, akkor hirtelen átvedlik a rémálommal az egész, mert jön ez az összeszerelhető legóvándor vándor cirkusz, és mindig hoznak magukkal, de szerintem ezt a korábbi hasonló időben játszódó adásokban már volt szerencsé megemlíteni, mindig hoznak magukkal valami ceremóniamestert, meg DJ-t is, és én nem tudom, hogy hogyan váltakoznak a szerzői jogdíjak ezeknél a daloknál, de a világ legborzalmasabb dalait hozza magával, és reggel tízkor rázednítenek, és ez általában este tízig minimum tart, időnként tovább is és valami elképesztő hangerővel bömböltetik innen a, a Dózsa György túloldaláról a, a zenét. Retteletes, semmit nem lehet csinálni, ilyenkor általában el szoktunk menekülni, most ez nem annyira sikerült, Úgyhogy ilyen három nap Guantanamo az egész történet, és nem elég, hogy borzalmas a zene, de a ceremónia mester az a vendégeknek még ilyen artikulálatlanul üvölt is valami mikrofonba időnként, hogy most ugorj, meg mit tudom én. Ilyen teljesen elképesztő az egész történet. Nem, azt mondta, azt a... te rosszul hallottad. Azt mondta, hogy Micsoda? a, a mostugort azt a rosszul hallottad, az nem most ugorj, hanem hol van Mujó? És ennyi, ennyi. Téged keres a tömeg, de nek az rossz zene, mit fellengzősködsz? Mit fellengzősködsz azért, mert nem Vivaldit játszanak? Vagy nem, persze, ha izé lenne ott koncert. Tényleg az a lóliszenzkoszt tütsz-tütsz valami, de hogy artikulálatlan borzalom. Aztán ezt megfejelték valami, hogy hívják a mulatós zenekart élőben fölléptettek itt hétfőn vagy vasárnap, már nem is tényleg, mintha Gavantanamon lettem volna, összefolynak a napok így az emlékeimben is, és élőben nyomták a borzalmat, és én nagyon toleráns vagyok egyébként a zenét illetően, de ez, 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 ez no comment, ez, ez tényleg rettenetes volt. Úgyhogy annyit tudtunk elmenekülni csak, hogy az ellenzéki pártoknak a különféle kis rendezvényeit meglátogattuk itt a, a hétvégén, és jártunk egyet a ligetben ez történt alapvetően meg mi a fene történt még ja igen, igen, igen Ö, egy kicsit kockultam a hétvégén és már régóta ott volt a palettán hogy egy régi PHP-s hülyeségemet átportoljam Django-ra és akkor, ha már az, akkor, akkor föltenni GitLab-re, és megoldani, hogy, hogy continuous integration-nel automatikusan deployoljon ki a Google App Engine-re, és akkor most befejeztem a. Igen, ennek örültem, a... hogy ezt mondod, mert figyeljétek meg, mióta ott dolgozik a Prezinél, egyre több idegen szóval, nyűvi a hallójárataitokat itt az App Engine-től kezdve nem ezek, a Continuous nem, Integration. Nem, ezek szakkifejezések. Ezek idegen, idegen szavakkal ékeskedik. Nem ez Mondhat egy régóta írő. Igen, idegen szavakkal ékeskedem. Szóval hogy lefordítsam a dolgokat, ez egy nagyon régóta a, a Fantáziámat izgató dolog volt, hogy egy ilyen önjáró ö, kis ö, webes rendszert összerakjak, ami, ami viszonylag naprakész technológiákat használ, és én azt mondom az én oldalamon, hogy kész a módosítás, és akkor ez ilyen önjáró módon elkezd tesztelni, végfutni, és amikor minden rendben van akkor magától mágikus módon kikerül az internetre. És az, ez régóta végig akartam vinni ezt a fonalat, és most végre volt rá időm, és, és tök jó volt. És, és sikerült is. Most is. te azt akarod mondani, hogy annak örülsz, hogy a szoftveredet öntudatra ébreszted? Te Skynet, jön a te Skynet. el a, te fejleszted a Skynetet, baszd meg. Jön a Skynet. A <gül> a <gül> SkyNet, jön a SkyNet jó, azt mondja bárány, nem, m bocsánat, azt mondja igen. bárány Miki, hogy azt kiabálták neked, csak tényleg süket vagy, hogy és nyakpánt! Rámi. Bakonyi Gergő pedig azt mondja, hogy Pacsi Muñoz, én is fejlesztek podcast közben. Jó, van legalább valaki érti, amit mondok. Szóval az volt az érdekessége ennek az egész történetnek, hogy normális körülmények között, amiket korábban csináltam, ágyú a lett volna ilyen technológiákat csata sorba állítani a projektek kapcsán. De hogy ugye itt az új munkahelyemen azért egy kicsit komolyabban vannak véve a dolgok, úgyhogy kénytelen vagyok nap mint nap ilyen nagyon naprakész dolgokat használni, és akkor gondoltam egy kis új gyakorlatgyanánt végigviszek egy ilyen régi projektet. Úgyhogy ezt így kipipáltam, ez így nagyon kellemes volt, a vándor vidámparkos borzalmak mellett. Aztán alapvetően ennyi. Ja, megképzeljétek el! Ezt éreztem! Ö, <laughs> tudtam, tudtam! Beszereztem a podcast Dwarv 3x4 alá, podcast ABL Edition Golden Dwarv alá, beszereztem egy kulák pikót. Mi az stab? Nem. Ha nem? Fehér. Ú, de kulák! Hú, mennyire kulák! Ú, az, az, már aztán tényleg. Az azt, igen, apám, odaver. Te azt te tudsz Én élni, múlva. Én hazafele jövet, mondja, Csáli. Te tudsz élni, hallod. Odaver. Ugye, épp. ugye, ugye? teljesen hétköznapi fehér pikó, ezt úgy megálmodtam a múltkor, hogy, hogy nem tudok dönteni a nagyon kulák alsó testek között, hogy így fogalmazzak, hogy melyik legyen, de hogy ez így elkezdett fölködleni bennem, hogy egy fehér, fehér pikón jól mutatna, és aztán a, az Andi azt mondta, hogy hát menjek be, és próbáljam végig. Tehát mint amikor így a próba fülkében <laughs> fölveszed és összerézed a dolgokat, mert hogy az volt az elképzelés, hogy lehet, hogy a tök feketén tök jó fog mutatni, de nem, igazából a, a matsága miatt nem passzolt össze mégsem a feketével, és akkor mondtam, hogy nézzük már meg azt a fehéret, mert nekem nagyon régóta piszkálja a fantáziámat, és amúgy is jön május 20, úgyhogy kell spájzolni, 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 és a fehérrel tökéletes lett. Mondtad neki, és hogy azon... kell valami eszköz, hm? amivel újra újra le tudom égetni a kazánomat 75 watton léci, létszitolj egy pikót és nem, mert szintén Andi bemutatta nekem ezt a csodálatos feature-t, hogy le tudom lokkolni, amit eddig nem tudtam, úgyhogy azóta notóriusan lelokkolom, úgyhogy még egyszer nem fogom. Mintha nem mondtuk volna, hogy az az első, hogy a plusz-minusz hosszan nyomod. <kül> Na jó van. Igen, de az már első után köpönyeg volt. Aha, igen, igen. Igen. Ja, azt még elmondom, majd, hogy hazafele kuncogtam, mert tudtam, hogy szívni fogjátok a véremet, hogy mekkora kulák egy fehér pikó, hogy nem gondoltok bele abba, hogy már csak két hét, és bármelyik mód kulák lesz hirtelen. <laughs> Pusztán azért, mert van. Igen. Na, ez zseniál. Akkor elmondom, hogy velem mi történt. Kérlek, Kérlek már épp kérni akartam, csak hátradöltem. Igen, hát ez, hogyha olyan fejhallgatód lenne, mint Fifikának, akkor akkor ez lenne, nem lenne gond, hátradőlés közben is tudnál kérdezni, illetve hallottam egy, egy óvatos nyögést a hangodban, szerintem ott elgémberedett a lábad és pozíciót váltottál, erre is megoldás lett volna a mikrofon. By the way, zárója Mekkora balfék vagyok. Úgy. Mi történt veled, Sárdi? gondolkozom. Erősen... Index címlap, segít. Oh, igen. Igen. Jaj, de igen, igen, hogy erősen már nem itt vagyok fejben, de hála Isten a munkáltatóm az mindig visszahúz a rögvalóságba, úgyhogy még ezt a, a, a múlt héten egy ilyen szombat-vasárnap éjszakai trippen volt, aztán most egy kett szerda éjszakai trippen van, volt, aztán most ez az egyetlen szabad napom, és holnap megint belevágok péntek-szombat vasárnap éjszaka. De nem baj, hamarabb megy az idő, és van idő mindenféle olyan dologra, amit hasznosnak, vagy, vagy érdekesnek, vagy értékesnek gondolok. Az egyik ilyen az, hogy magamnak, az ismerősöknek ne kellje, nem, nem, akarom tele flúdo, flódolni a, a falamat, úgyhogy elkezdtem vezetni egy ilyen blogszerűséget. Az általam, és aláhúzom ötvenszer, hogy az általam fontosnak vélt dolgokról leírom, hogy, hogy mire, mire, kell az embernek készülni, mikor egy, egy, egy hosszabb külföldi utazásra indul, és majd a, az élményeinket is. Hát természetesen, hogy, hogy, az élményeket úgy gyűjti az ember, hogy nem blogot ír, tehát nem az lesz, hogy hogy visszaérek a szállásra és elkezdek blogot írni, hanem azt majd utána kronológiai rendben fogom földolgozni, miután hazaértünk. De ott van egy Facebook oldal, aminek direkt nem fogom kimondani a nevét, hogy a Trolloktól távol tartsam, de van egy oldal, ahol azért majd pár fotót, meg, meg, meg mindenféle ilyen kis érdekes, színes szagos dolgot oda föl tudok dobni. És azt sikerült ezzel az egésztel elérni, hogy ugye elkezdtem földolgozni egészen a, a mit készítsünk össze, hogy intézzünk egy ezt a vízumot, és a többi, és a többi, és a többi, hogy ö, először én csak azt, én nem, nem tudom, hogy hogy működik, mert levél nekem nem jön Krisztián, vagy, vagy, vagy mi a túró, hogy, hogy úgy döntöttek, hogy kirakják, de hogy az... Nem szólnak, csak kirakják ennyi. Trógerbanda. Szóval a, a, az első három cikkből mind a három ö, indexes tartalom lett, tehát úgy indexes, hogy az index kettőn az egyik, az, 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 az elkezdtem szédülni, hogy a legtetején a legnagyobb, a, a minden minden top-top-top kiemelésben ott volt, és ennek örültem is átküldtem neked, ú néz! index kettőre kerültünk, és aztán utána mondja nekem Nóri, hogy hát de mind a kettő kim van. No, ne ideges, így hol! És aztán legörgetek, és ott volt az is index kettőn, aztán átmegyek indexre, és ír a haverom, hogy de kín van Index főoldalon is a blogketrecben. Hát mondom, gyerekek, fokozzuk még, fokozzuk még. És aztán másnap kiraktam egy cikket, és azt is kirakták Index 2-re, úgyhogy sikerült. Épp Fifikának mondtam itt, de gyorsan ránézek a, a bloghus statisztikára. Azt mondja, három bejegyzés, 2800, 8500, meg 1600 megtekintésnél járunk most a három bejegyzéssel, már a negyedik is kint van egyébként a papír papírmunkával kapcsolatban, de természetesen megjelentek a trollok, mert hát miért ne, amikor mit pakoljunk... Trollunk köz, trollok köztünk vannak. Igen, ez a mit pakoljunk bejegyzés, hogy te most ilyen 40 éves vagy ilyen 40-50-es korosztály, vagy hogy a, az időtök nagy részét a szállodában töltitek, meg, meg, meg az autóban, meg, meg. ezt nem tudom, miből vontad le, de biztos jobban tudod, mint én. Hát, mert hogy ilyen hülyeséget leírni, hogy hány bugyit, meg hány alsógatjat, meg hány pólót, mikor mindenki tudja, hogy hogy kell pakolni, hát, az meg ne haragudj, még egyszer mondom, leírtam, hogy másnak, aki esetleg nem olyan okos, mint te annak azért legyen valami fogalma róla. Aztán megint valami okosat rákommentelt, mert neki valami nagyon mélyen szántó National Geographic-es blogja van, ahogy néztem, és utána ránéztem, hogy mégis mit tud az ő blogja, de hát az ilyen, ilyen tovább posztolt bejegyzések, némelyik a sajátja, némelyik, meg inkább a legtöbbje, meg nem a sajátja. Szerintem csak savanyú a szőlőcsár. Hát, Neked saját kontented van. Hát, na, ö, tényleg ezzel úgy voltam, hogy persze meg lehet ezt próban is csinálni, és mindenki tudja, de hát azért írom le a tapasztalataimat, mert ez két-három x külföldi hosszabb út után azért lecsapódik az emberben, hogy mi az, amire szüksége van, vagy mi az, ami fölösleges, és ezt ezt hát ha valakinek érdekes, értékes kontent. Egyébként ez, ez ez annyira fura, mert, mert van egy egy másik blog, akitől én nagyon sokat tanultam ilyen szempontból, hogy hova kell mennünk, mit kell nézni, ők is nagyon sok hasznos dolgot leírtak. Ez egy fizetős blog egyébként, és fizettem érte valóban, hogy el tudjam olvasni a tartalmat, nem sajnáltam érte egyetlen szentet sem. És ott nem... Ott, 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 ilyen nem működött. Úgyhogy hát mindegy, megköszöntem a srácnak, aztán ha úgyse jó neki az én tartalmam, akkor ne is olvassa. Biztos tudod, hogy ez hogy működik. Úgyhogy a gyakorlatilag ennyi. Nem értettem egyébként, hogy mi az a, mi az a rengeteg sok üres luk az oldalon, mondom, biztos szar a templét, meg az anyám kínja, és, és aztán a statisztikáknál elkezdett megugrani az a szám, hogy lapletöltés PI, és amikor ez megugrott, ez tegnap hajnalban volt, akkor, akkor elkezdtek a, az én blogomra jellemző reklámok, booking, meg utazás, meg skyscanner, meg anyám kínja, ezek is megjelenni rajta, úgyhogy most már van valami kinézete is így, hogy, hogy az ottani reklámok kitöltik az üres helyeket, ma került ki az esztás cikk, Remélem abban is vannak hasznos infók, és természetesen benne van a meddig kíván uh, itt tartózkodni. Két hétig? Azt remélem megvan. Hogyne, totál rikol. Ah, kohégen. Ja, úgyhogy, úgyhogy ja, ja, ja. Meg magamnak is jó lesz szerintem, hogy, hogy majd mit tudom is én. Két-három-négy év múlva visszanéz az ember, és... és és látja, hogy mi volt, hogy volt összeszedetten. Úgyhogy ha másnak nem, mert másnak nem tetszik, magam miatt is írnám egyébként a, a dolgokat, hogy ne csak, a, ne csak a, a, a képek, meg a videók maradjanak meg, hanem egy kis szöveges rész is. De természetesen az agyfasz már most indul, és ez volt a másik nagy dráma a héten, hogy hogy ugye azt tudtuk, hogy a, a Pacific Coast Highway és a Big Sur részen ott ugye akkora, akkora vihar volt, hogy földcsuszamlás elmosta útat, elmosott hidakat, bazd meg félelmetes. Fotókon lehet látni, mert az is be volt rakva. és, és az le van zárva. Tehát egy ilyen, mit tudom is én, az az út, ami lett volna három óra, abból itt gyorsan csinált nekem a Google útvonal tervezője öt és fél órát egy ilyen hatalmas nagy G betű, de tényleg tudod, mikor a gének a szára fölmegy, egy olyat csinált belőle. Ez volt a kisebbik, mert ezt tudtuk, ezt mondta a kinti ismerős, akihez megyünk, hogy hát készüljetek, mert ez egy évig nem lesz kb. még megnyitva, vagy ilyen ö, nagyon ö, leszűkített részen lesz. A másik viszont, hogy, hogy a, a Yosemite Nemzeti Part, a Glacier Point, a Tioga Road, Ezeknél így tudtam, hogy mát május környékén nyitják, mert addig az meg hó van, érted? Tehát még egyszer május közepén hó. Addig nem lehet ott okay. közlekedni. De most még nincs megnyitva, és dupla kérdőjel van mindegyik sorban, és az egy ilyen nyugatról keletre átkelő út, a Tióga Ród mondjuk. Egyébként be lehet menni a yosemite keletről. Tehát gyakorlatilag meg kell az egészet kerülnünk, és ugye két héttel utazás előtt találj olyan helyen szabad szállást, ahol egyébként leginkább egy évre előre kéne. Úgyhogy volt challenge ám az utolsó ö, egy hétben, így szállástörléssel, átfoglalással. Ennyi gyakorlatilag. Meg most ma, ma foglaltam pont át éppen autót, mert találtam az meg 10% kuponkódot. Hát mondom, ez nagyon jó, az meg, akkor átfoglalunk. Ő... ben lakik a Macilaci nem, meg Bubu. Igen, Nem? Bizony, bizony, nem, bizony. az a Yellowstone, illetve ja, hát él, ahogy, lényleg, ahogy lényleg, ők mondják, lényleg. az a Jellystone. <laughs> igen. Ez a Jellystone park, Macilaci. Igen, oda is, oda is szerettünk volna, de az nagyon. Bubu. Az nagyon fönt van az az baromi nagy kerülő kitérő lett volna. Maybe next time egyébként ott gyönyörű ö, forró gejzírek vannak, hogy a, tényleg nem, nem elég ö, erre így az idő, úgyhogy az, az majd külön trip lesz. Ö, Instagramon találtam egy fotót egyébként, ha már Jossemi, te és ha már élő világ, akkor ugye ez a hú, meg mi az, ami ilyen nagyon nagy állat, és nem tehén, hanem Mamut. Nem, baffaló. Bivaj. Bivaj, meg bivaj, megy a csávó a jó én a, a nagy sárga felfestésnél, reflektor, és az út közepén meg megáll egy bivaj, és tudod, így néz téged szembe. Tehát a bivaj egyébként olyan állat, hogyha az elindul, az nem áll meg, hanem ez lehagyja a fejét, az dírteli beveri a kocsidat. Én ezt, én ezt hallottam a bivajról, hogy az bivaj erős. Az neki fifika, hallod? A, a, legtöbb bivaj bivaj erős. Bivaj erős. Igen. Hát ez zseniális. Na, szóval ezt elküldtem Nórinak ott egy picit ö, éreztem benne a bizonytalanságot, de hát ö, valahogy csak megoldjuk, hogy ne találkozunk bivalyal vagy muflonnal ennyi ennyi, ennyi, ennyi ö, millió felé szét akarok szakadni fejben, de valami féket kell majd tartanom, tehát saját fotókat készíteni, saját videóhoz anyagot készíteni hogyha találkozom e történettel, oda is készíteni valamit érdekeset, de nem szeretném ugye az sem, hogy átesek a ló túlsó felirat, hogy hazajövök, és milyen volt? Ö, ú, nem tudom, mert csak a kamerának a lencsején keresztül láttam mindent, szóval és ugye a legfontosabb dolog, Krisztián tudom, hogy te sokkal szerényebb vagy annál, hogy ezt megemlítsed, de természetesen le kell mennem a partra, és kell hoznom neked egy kavicsot. Ó, igen. Még, Még azt igen. el kell döntened, hogy melyik partról hozzak neked kavicsot, vagy esetleg hozzak neked, mit tudom is, egy kupertínóból egy kavicsot a, 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 az Apple Loop-nak a főadizálása alól kihúzva. <gül> <gül> ne, jó ból hoz nekem egyet, kérlek szépen. Igen? Jó. Az, az elegendő lesz, igen. Menőség, menőség az azt elfelejtettem mondani, hogy úgy néz ki, hogy el fogjuk kerülni egymást odakint. Ne idegesíts! Ez egy tegnapi hír, igen, igen. Na! Hogy... San Jose. Hát ugye mi alapvetően három tímmel dolgozunk együtt, ja, frisco, és ez még nem is... Hm? frisco vagytok, nem? Igen, igen, igen. És ez még nem is körvonalazódott a fejembe, hogy ebből kettő tím igazándiból San Franciscóban van. És hogy ilyen... A misszió, hogyan, hogyan formálódjunk ki teljes egészében, ebbe beletartozik az is, hogy, hogy megismerkedjünk azokkal, akikkel együtt dolgozunk. És pont tegnap jött a hír, hogy már már fölütötte a fejét a gondolat, hogy küldjük már ezeket a srácokat, ismerkedjenek meg. Figyelj már, nálatok olyan nincsen, hogy videó videócsett vagy fifika valami cost-saving megoldásra gondolkozik, ezt, ezt, meg? ezt, ezt én komolyan nem, nem látom át, hogy most akkor lesz ilyen, izé, csapatépítő, tréning Amerikában nektek. Aha, alapvetően Mi, igen. Mindenkit, mindenkit kidobnak a nemzeti park közepén, mondjuk death Valley-ben, és adnak neki három deci vizet, él túl. Kész. Csapatmunkában ennyi. Túl. Ennyi. ennyi. Nem, ez nem annyira csapatépítés. Alapvetően arról szól, hogy tökre jó lenne, hogyha megismernénk a, a mindennapi problémáit, a mindennapi valamit, mert hogy mi igazándiból e, ilyen támogató csapat vagyunk, hogyha ennek a három tímnek valamiféle bármiféle igénye hasfájása van, akkor ez nekünk. E, az a, a mi dolgunk, hogy, hogy megoldjuk nekik ezeket a, a, a holamikat. Viszont hosszú távon tök jó lenne, hogyha nem csak kullognánk utánuk és. E, reaktívan reagálnánk az igényeikre, hanem akár technológiai oldalról még ötleteket is tudnánk adni. Ez viszont tökre kell az, hogy hogy képbe legyünk a, a, azzal, hogy ők hogyan üzemelnek, milyen problémákba futnak bele, stb. stb. stb., hogy ne csak a morzsákat szedegessük föl, és akkor erre lenne az, hogy egy ilyen pár hétig kvázi, hogy mondják ezt jól, angolul shadowing, tehát hogy az árnyékaik vagyunk, és, 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 figyeljük, hogy ők hogyan üzemelnek, és mit csinálnak. És akkor ez a hatalmas tudás képződik a fejünkbe, és akkor sokkal hatékonyabban fogjuk tudni csinálni, hogy mi legyen. És jó. Ja, de alapvetően ilyen igazából csapatépítés, de hogy nem a klasszikus csapatépítés, hogy, hogy dolgozzunk együtt, hanem megismerni egymás munka folyamatait, ilyesmi. Ha nálunk is szokott ilyen lenni, csak ugye mi bomba viszonylag keveset járunk, mi itt házon belül oldjuk meg ezeket a dolgokat. Fifika, ilyen problémákat tudok elképzelni, amik föl fogják ütni majd a fejüket, hogy és milyen gondok vannak nálatok, itt kérdezi Krisztián is. Aj, de is mondjátok, reggel lemegyünk. Túl gyorsan olvad a fagyik. Reggel lemegyünk a Starbucksba, és a lattéba három kockával több jeget raknak. A borzasztó, borzasztó. Ilyen problémákat tudnék elképzelni. Egyébként mikor lenne ez az már körvonalazódott, vagy még csak az ötlet? Nem még csak az ötlet körvonalazódott, és általában ennek azért van jó néhány hét átfutási ideje, már, amikor már konkrétummá válik akkor is, úgyhogy ezért mondom, hogy pont le fogok maradni róla, hogy ott esetleg összefuthatnánk. Figyelj, figyelj, Krisztián, oh, csinálunk egy, egy ilyen elrejtek majd neked valamit friszkóban valahol. Ah, ezt, ezt, ezt ah, akartam mondani, hogy, az Idő lenne? időkapszulát, érted? A párásító geokesség <laughs> időkapszula. <gül> igen, igen, igen. És azt tudja, hogy te fogod megtalálni, mert más nem fogja venni a fáradtságot, hogy elmenjen odáig, érte. <laughs> Ez kurva jó. Ez tök jó. Igazából, igazából nem erről van szó, igazából arról van szó, hogy már készülök lélekben arra, hogy egy óceán fog tőled elválasztani, és tudom, hogy annyira tetszeni fog ez az érzés, hogy amikor hazajössz, akkor nekem mennem kell. <laughs> Azt szeretném kívánni, hogy nem mondom ki, mert élőbe vagyunk. <kül> Ő, ez jó, ide. el a lába a repülőn! Igen, <coughs> igen, de amilyen szerencsénk van, az meg, még szerintem ott is minimum ö, emelt szintű turistán vagy bizniszen repültetnék biznisz, őket. Biznisz. Nehogy véletlen a lábuk, az meg elmacskásodjon. Ö, ez nem kurva jó, szansz. ez kurva jó, és pont jó időszakba fogsz menni, mert hogy ö, hát úgy a leg, nem, a legszarabb időszakban mert meg fogsz dögleni. Tehát vagy ez a, vagy ez a kora tavasz, vagy a kora ősz, ami, ami ott elviselhető, de de hát biztos hatalmas élmény lesz. Frisco, San Jose, Palo Alto, oh, na, én, én, nekem, tehát nekem ez a ez a ez, a, ez a Silicon Valley, uh, mecca, ez, ez uh, külön egy másfél nap lesz fölkeresni ezeket a, ezeket a kulcspontokat, hogy uh, hogy Steve Jobs háza Palo elmenni, vagy elmenni a, a Big Bangnek a forgatási helyszínére, ahol ugye Sheldonék laknak, nekem ez is be van tervezve. Ó, tényleg? É, igen, igen, igen. Meg hát, meg hát az összes többi, ami ugye frisco van, ugye a... a, a Ú, uh, most hirtelen akartam mondani ezt a nagy Végig színházat. járni a San Francisco utcái helyszíneit. Uh, igen, azt, igen. Azt, tehát igen. És azt már előre mondom, hogy vannak, tehát a, a turistáskodásnak van az a része, amikor ugye mész a Kabelkáron, a ezen a föld alatt kábel, a villamos, kötött pályás, és van az a része, amikor az igazi lusta amerikai, az kitalálta, hogy hát máshogy is lehet város nézni, az még nem kell sétálni és van egy 49 mérföldes útvonal ö, kitáblázva bazd meg San Franciscóban. Elindulsz A pontból, és minden főbb kanyarodási pontnál ki van táblázva, hogy a 49 májlos ö, résznél most fordulj jobbra, és végig vezet téged a látnivalókon úgyhogy hogy ülsz a kocsiba bazd meg. Tehát ez a lusta emberek ö, kirándulásának tökéletes. De hát gondolom, hogy te nem így fogsz majd ott navigálni, meg hát egy csomó idődet elveszi majd a, a, a csapat megismerése, meg a folyamatok megismerése, de hát gondolom, hogy nem 24 ben fogjátok ezt csinálni. Ó, kurva jó, Krisztián. Előre én így nem is jelentek, el. Én nem is jelentek szünnapot, úgyhogy a podcast az menni fog, a közben is. Miért? Hogy? Mi? Ha, hogy, hogy miért? Mi? Hogy, hogy mi? Hát ott a nagy időeltolódás, hogy mit csinálja éjszaka, ha ne podcasteljek hetente egyet. Ó, bezsír! Ó, bezsír! Igen, Ugyan. és akkor visszed a izét, visszed a... <laughs> Pakolja külön az elektronikai cikkeket? Aha. Minek ez a fejhallgató? Mi ez az M-Aud? Mi, mi, ez a külső hangkártya, uram? Podcaster vagyok. Pod... Ha nem tudom, hallottam-e párásító podcast? <laughs> Ó, kérem, egyből vagy bemennek hozzád a kollégák, és ott is, ahogy megszoktad éveken keresztül, gubbasztasz a földön törökülésbe. <laughs> viszonylag nehéz ez lesz. Ez csinál? Igen, viszonylag nehéz lesz elvinned azt a baromi nagy mikrofon szivacsot, amit most vettünk neked. <laughs> az viszonylag kellemetlen lesz annak az utaztatása, mint egy kis bizét levágott fejet így a hónod alatt. Hát, <laughs> ez kurva jó lesz, Krisztián. Nem, tiedet... ja, hogy kunyarálok egy fejest a, a, a tech supportról, azt ennyi. Látod, fifi, oh, nem is a saját pénzéből, <laughs> <laughs> ah, Á, kész. Hallod, ennek az embernek tényleg csak megszületnie volt nehéz. És ezért irigyellek a leginkább, mert hogy kiküld a cég téged, nem is kéred, tulajdonképpen nem is kívánod. De kimész, mert kiküldenek az ő pénzükből, hogy mennyi ismer meg a többieket, és világot Ez a legjobb része egyébként a dolgoknak. Ú, kurva jó lesz, kurva jó lesz, Krisztián. Hát Menü. elég rosszul hangzik három, nagyon igen. Menő. Jó, hát akkor figyelj, mi a francnak hoznék én neked kavicsot? Mennyi ki érte? <laughs> hát ne onnan hozzá, mert én a Jossamájtban nem jutok el soha, úgyhogy Na, hát ezt egy... majd miután hazajöttél, térjünk erre vissza, és majd mondod, hogy ó, oh, Charlie, Charlie, kinéztem egy olcsó repülőjegyet, mikor megyünk négyen, és akkor ilyen, ilyen, ilyen room sharing Megosztva a költségeket, az autóbérlés költségeket. Menjünk, menjünk, menjünk. Érzem, ez lesz, érzem, ez lesz. Habár. Akkor sétálni kéne, tudom, meg Izé, meg ez már majdnem olyan, mint a Legion Run. Aha, ja, igazad van. Nem, te ilyen erőltetett menetes, vérturista vagy. Nem, nem, még, nem, ő nem. Ő nem. A Nóriról beszélsz. Most a Nóriról beszélsz. Ha ezt kész. Most Nóriról beszélsz. Egyébként megismertem a. Tehát, megnyugodtam, hogy nem csak én akarok minden egyes ilyen alkalommal meghalni. És most mindenkitől elnézést kérünk, aki, aki nagyon durva elektromos cigarettás podcastet várt. De jönnek a témák. Szóval a, a VR-os rácok kim voltak, az asus a volt valami éventje New Yorkban, és még beszélgettünk is előtte, hogy mennek, ötlet, hogyan, mit, mit érdemes megnézni. Egy picit rosszul lettem, mikor a, nem a Chrysler Building, a, a Ironra azt mondták, hogy V-épület, az meg, ott kikészültem, na mindegy. Szóval második nap, igen, kuncokta. Szóval az első nap mutogatták, erre megyünk, arra megyünk. Én már fejbe láttam, hogy ez picit össze gyerekek, és picit sok lesz. Na de mindegy. És a második videóban, mikor mutatják a reggeli kelést, és látom, hogy Pisti nagyon szenved azzal, hogy egyáltalán egy métert megtegyen, és utána, tudod, mutogatta a telefonban az aktivitás mérőt, hogy gyerekek, nézzétek, ezek itt az otthoni számok, és ilyeneket látok, tudod, hát gondolom, még felállt a székből, és átment a fotelba, 300 méter, 750. A legdurvább szerint, amikor elfogyott a kenyér, 1,2 kilométer. Követ, következő megérkeztek New Yorkba, 22 kilométer. 27 km, és ilyen távok, és akkor mondták, hogy fáj a lábom, fáj a vátli, fáj a seggel, fáj minden, nem ne mozduljunk meg ma. Szóval igen, azért ez nem én vagyok. Én megyek, sodrodom az árral, engem vissza a hitvesi szeretet, de természetesen, ha lehet, akkor erőltetem én is majd ezt az autóbombáros nézést, úgyhogy azokat már mindenhol beigszeltem programként. Azt írja Ali Attila, hogy Sheldontól kérdez meg, mi Penny vezetékneve? neve. Azt meg most tényleg, mi a Pennynek a vezetékneve? Penny? Hofstadter. Hát most már igen, most már igen. Ezt ügyesen is elegánsan megoldottad. Ja. Na, akkor utána már az, az van, hogy tényleg nem tudjuk ezt überelni, hogy kimegyünk podcastelni csíkba. Hát, az már olyan... Jó, mondjatok valami távolabbit. Ki kell találnunk még egy az kicsit. előbb akartam. Egyébként. Csík, a a az továbbra szet... is egy ilyen extrém skála. Egyébként szerintem igen, de az előbb mondani akartam, hogy ahhoz nem kell Amerikába menni, hogy májusba Hóesen, gyere ki, ott májusban még Hóesen. <laughs> <esik>. Igen. <laughs> azt is össze kell hoznunk idén, azt is össze kell hoznunk idén. Ha kész lesz a, a főhadiszállásod, a headquarters -ed megnézni, és, hát és már nagyon a vége fele járunk. Miután kibeszéltük, hogy ki, mikor nem lesz itthon, az a kérdésem, hogy... <laughs> Nincs kérdésem, megnéztem a show notes-ot, tök üres meg. <laughs> Jaj, hát ez mi? Fél Fi lábbal már odaállt vagy teljesen. Na, mintha csak én érnék bele. De nem, te is írtál egyet, én veraktam egy indexest, ami öm, picit öm, Témába vág, topikokba vág, úgyhogy azt is megemlíthetjük majd. De akkor kezdjette? Kezdjem én. Én ezt a végére szántam igazából, de most se lesz rossz. Billion Lives osztotta meg, ugye, Wisconsinból Elonnak a tanúvallomását, mert ott most az zajlik, hogy Heartland faluban. Heartland falu úgy döntött, hogy Dávid lesz Góliát ellen, és megtámadja a szövetségi szabályozást, amit az FDA az Egyesült államokban kitalált, és ami ugye, mint már sokszor említettük, nagyságrendekkel borzalmasabb, mint ami Európában és Magyarországon van. És az a sajátosság a Hardlandnek, hogy a Johnson Creek nevezetű cég az ott éldegél, és ott van a központja neki, és egy 9200 lelket számláló kis faluról van szó, amerikai léptékkel nézve kicsi faluról van szó. Kisváros Krisztián, kisvárosnak hm? mondjuk ott kisvárosoznak. Hát village hívják, a village az, az village. Hát a kisváros az sokkal elegánsabb. Na Jó, de mindegy, ne ezen akadjunk meg de hogy egy kis lélekszámú helységről van szó, ahol nyilvánvalóan a, a megélhetés, az ipar és minden egyéb szempontból rendkívül ö, szignifikáns, hogy a Johnson Creeknek a nemzetközi piacra gyártó, elikvid gyártónak ott van a, a, a gyártóüzeme, a kutatóüzeme, stb. stb. És ö, ebből a párosításból jött össze, hogy hát gyerekek, az FDA-nak beüt a a, a szabályozása nálunk, akkor mi leúszhatjuk a rolót, és nagyjából a kisváros is leúszhatja a rolót innentől kezdve. Úgyhogy a kisváros tanácsa elkezdett meghallgatásokat tartani, és nem aprózták el, három napon keresztül jöttek az emberek, de három napon keresztül jöttek olyan emberek, mint Aaron, mint Bill Gottschall, és hasonló figurák, akik Bill Gottschall -el a Billion Lies filmben is találkozhattatok, és mindenki jött és mondta a, 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 a kis véleményét erről az egész szabályozásról, és három nap után összedugták a fejüket a, a, a kisvárosatyák, vagy hát a, a, a helyi tanács, és egyhangulag megszavazták, hogy oké, okay, ez ultragáz, az a szabályozás az úgy jött létre, hogy megkérdeztek itt bárkit, nem kérdeztek meg senkit. Hát akkor, srácok, ez érvénytelen, és az ottani jogszabályok szerint ez így valóban érvénytelen. És ö, meghívták egyébként erre a három napra az FDA-t is, hogy küldenétek valakit, hogy mégis mondjátok el, hogy ez hogy sikerült ezt a borzalmat összehoznatok. Az FDA közölte velük, hogy ö, nem tudunk menni, de nyugodjatok meg, írásban majd válaszolunk, és mindenkit megnyugtatunk majd írásban. Ez, a <laughs> ez nem érkezett hát meg, úgyhogy zseniális. Ugye, ugye, mindenki nyugodjon le, majd mi megmondjuk mi van. Hát nem mondták meg, de igazából, ha, ha ott lettek volna, sem igazán tudtak volna bármit szerintem fölhozni a mentségükre, úgyhogy az van, hogy Heartland kisvároska lezárta a, a meghallgatásokat, a három napig tartó meghallgatásokat, és úgy döntött, hogy oké, okay, akkor mi most fölkezdjük, fölveszünk a kesztyűt, és megyünk Washingtonba, és megtámadjuk az egészet, és az hogy ők ezt megtámadják, ezt az egészet, hogyha az FDA-nak nem sikerül bizonyítani, hogy már pedig ők együtt működtek heartland és a Johnson creek és a többi, és a többi, már pedig nem működtek együtt, úgyhogy ez viszonylag nehéz lesz bizonyítani, akkor jogilag érvénytelen az egész FDA szabályozás az egész Egyesült Államok területén. Úgyhogy ez zajlik most éppen. Gyönyörű volt egyébként, nem tudom ki nézte, ki nem nézte. Fönn volt egy, egy tizenpár órás videó szelet erről a meghallgatásról, és benne a közepébe Erroné is, aki egy ilyen jó fél órát, háromnegyed órát beszélt a, a tapasztalatairól, kérdezgették róla, hogy merre járt, kikkel beszélt a, a filmkészítése kapcsán, mik voltak a benyomások, mik voltak a tapasztalatok más országokban, meg ilyenek. És annyira fönn vagyunk a térképen, hogy Erron még a különféle helyi szabályozások kapcsán meg a, a helyi impaktjai kapcsán, ugye még Száva István képviselő úrnak a az országgyűlési felszólalását is megemlítette ott a meghallgatáson, hogy bizony ilyen impaktja is volt a, a dolognak. Úgyhogy fönn vagyunk a térképen abszolút minden szempontból. És én nagyon örültem, amikor ezt az egészet elolvastam, mert tényleg egy tök jó Dávid és Góliát ö, ö, példa arra, hogy, hogy bármennyire picik vagyunk, bármennyire vékony a, a, hangunk, bármennyire a háttérbe vagyunk alapvetően szorítva egy, egy közigazgatási gépezettel szemben, nem szabad föladni, véke tolni ezeket a dolgokat, és aztán persze majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége, de hogy, hogy esély mindig van, és nem szabad beletespedni a, 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 a legyintésbe, és a, ugyan mit tehetnénk, mi hát úgy is lenyomják a torkunkon, mert itt van Hátlant példája, hogy egy egészen kis porszem is nagyon durván meg tudja akasztani azt a gép, bizonyos gépezetet. Nekem kicsit sok volt a, a videó egyébként, tehát én én valami 8 vagy 9 és fél órára emlékeztem, Éh, és Bill Godshall meg, meg a, a, beszédét, illetve hát a beszélgetését, mert ugye ott kérdezgettek, ment a, a, a adok-kapok oda-vissza, nem adok-kapok volt, hanem kérdés-felelet játék. Érdekes volt. Megütötte egy kérdés a fülemet, ami nagyon nagyon jót kuncogtam rajta, amikor megkérdezte a nő, hogy, hogy egyébként mikor mondta, hogy merre járt, hol járt, mit tapasztalt, és a többi, és a többi, hogy, hogy ö, tapasztalt valahol olyat, hogy a nikotinos rágókat és a nikotinos tapaszokat, ö, ö, hogy is mondta ott a beszédben, most nem emlékszem rá, hogy hogy azt mondta, hogy bármilyen szabályozással illetnék, vagy arra ö, termékdíjat vezetnének ebbe. Nem emlékszem. Bárhol betiltanák Bárhol ezeket. Bárhol betiltanák? Mind, igen. A nikotintartalom A nikotintartalom miatt, mert ugye az előtte az volt, hogy hogy mire, hang, hogy mire fektették rá a súlyt, amikor az elektromos cigaretának nekimentek, és akkor mondta ugye a nikotint, és és akkor utána rákérdezett erre, amire ő, Éronnak az volt, csak a válasz, hogy nem. Tehát, igen, ez az ez az a kettős mérce, amiről amiről mindig beszélünk, mi is, egyébként. Jó volt, jó volt, és kurvára felkészült volt. Ö... Eszméletlenül, eszméletlenül ott van a szeren a témában, nagyon durván. Ö... Ezt, tudod, ö... innen üzenjük mindenkinek, aki szereti, hogy hogy ez tipikusan az a hozzáállás, amivel egy olyan ö... ember áll hozzá a dologhoz, aki csak a filmből részesedni akar, és pénzt kiszedni belőle. Ö... Az, az valóban így csinálja, igen. igen. A, 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 si, a léc mentalitás az abszolút megfigyelhető, nem. Ö Ó, a, az engem egyébként lenyűgözött, ugye még annak idején Varsóba az európai bemutató után beszélgettem Erronnal erről, hogy hogy tök jó a film, meg minden, de hogy nagyon-nagyon hogy látványosan elkerülték azt az oldalát a kérdésnek, hogy, hogy a, a gyógyszeripar és a leszoktató terápiás eszközökkel szembeni térnyerés és a többi, hogy, hogy ja, és ráadásul ugye magában a dohányzásban megbetegedett embereknek a gyógyítására elvert elképesztő mennyiségű pénz, és a különféle e, rákterápiás gyógyszerekre e, elvert pénz e, aspektusára nem tértek ki a filmben, és ugye ott akkor azt mondta Aaron, hogy, hogy igen megfigyelték, tisztában vannak vele, de nem merték beletenni a, ezt az oldalát a dolognak, mert ez a, a témában a ember számára nagyon durván elment, elvitte volna az egészet egy ilyen összeesküvés elmélet feeling felé, úgyhogy inkább úgy döntöttek, hogy ezt, ezt az oldalát nem kapírgálják meg, na de itt aztán a, a, a tanácsnokok, vagy a tanács tagjai a kérdéseikkel kihúzták belőle, és nagyon durván végigvitte az egészet átolzéig, hogy, hogy kinek hol milyen érdeket sért az, hogy létezik egy eszköz, amivel a, a, az emberek önállóan minden nemű közpénz főhasználása nélkül hátat fordítanak a, 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 dohányzásnak, és ezzel a megbetegedéseknek és a, a leszoktató terápiás eszközöknek is. Úgyhogy ott, ott kijött, és akkor így ültem, és így jól van, rendben, mindent megbocsátottam. A féfika nem szól semmit, annyit üzen neked, írt Gergő, Beszélj, mújó, a picilány mindjárt alszik. Köszönöm. Hát menjetek a fenébe, komolyan mondom. Én csak felolvastam. Én csak a hírvívő vagyok. Mert volna, hogy ki fika, azért nem beszéme mert ő már elaludt. hát van ez így. tényleg egy. Annyira ilyen, nem is tudom. Tehát ez a. A mújó hangja egy akusztikai, tájcsi. <laughs> hogy mondjak valami okosat is. A köhintés után. A köhintés után. A köhintés után. A Itt köhintés a marker, majd kivágjuk. Én még beolvasnék egy, ezzel kapcsolatban egyet, hogyha nem akartok nagyon reagálni rá. Volt egy ilyen remek összefoglaló cikk a Washington examiner róla, ahol idézték az egyik tanács tagot is, hogy mit mondott erről, és Fanner Stihl nevű tanácsnok foglalta össze a meglátásait a dologgal kapcsolatban, és nagyjából mindent elmond az egész kérdésről, hogy visszataszít és megdöbbent, hogy valami, amely 95 vagy akár még több százalékban kevésbé egészségkárosító, mint a cigaretta szívása, olyan szabályozásokkal lehetetlenítik el, amelyek meggátolják, hogy a nikotint fogyasztó emberek Egészségesebb életet éljenek az elektromos cigaretta segítségével. Ez átlépi a határt az ostobaság és az őrület között? Ez Jó. teljesen rendben van. Tehát <kül> uh, föl, föl kellene írni ilyen, ilyen uh, mondatokat, mert most már nem az első, nem a második, nem a harmadik, amit. Uh, amit hallunk, és a, ezt így a döntéshozóknak így bedönteni a, a fejükbe, de mint tudjuk, sose ér el hozzájuk. Nem jó gondolok, Fifika. Ez mai hír, és nem cigivel kapcsolatos, de az Index kért report lehetőséget az emmi egyik érintett dolgozójától, aki azt mondta, hogy szívesen bármikor, de Előtte megkérdezi a, a, a felettesét, illetve a felettes hatóságot. Megkérdezte e-mailben, és hát nem tudom más szóval illetni, azok az idióták reply-olaban válaszoltak, és az RTL is, az, Rt, vagy az index is megkapta, hogy Szia, akár kicsoda, kérjük, ne nyilatkozzál az ügyben a riporternek. És ezt megta. Szóval lehet, hogy mi is tudnánk beszélni emberekkel, csak valaki azt mondta, hogy kérjük a dohánylobbyval ne. ne beszélj, mert mi tudjátok, és, mi a dohánylobby vagyunk. És ez eszembe jutott, hogy még mindig tartozom a, 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 az Ildikó reagálásának a, a, az elemzésével, amire még mindig nem volt időm, de nagyon sokat gondolkodtam rajta például most a hosszú hétvége alatt is, és már formálódik a az összefoglaló, úgyhogy előbb-utóbb eljutok odáig, hogy, hogy meglegyem. É, igen, igen, nem felejtem el. Krisztián, azt mondja bárány Miki, hogy mióta te beszélsz, öt hallgatót vesztettünk. Felcsört, felcsört. <felset�aitak> officer down, igen. officer down. Addig én mondok. Én mondja, becsöndesedem, tiéd a szó, Charlie és Fifika mondasz még ehhez a témához kapcsolódóan valamit, Fifika, mert én nekem egy másik témám az internetes jelenlétről. Az, nem, ami... nem, nem, ezt Mujó mindig annyira flottul megoldja ezeket a dolgokat, hogy tényleg már csak trollkodni lehetne, azt meg ugye nem akarjuk, mert most az a fő irányvonal, és mi nem vagyunk a divat vak követői. Úgyhogy te jössz, Charlie fifika, azért, azért, látszik, hogy nem a legyek hordták neked se össze ezeket az átkötéseket. Tanulsz. Tanulsz, ez ragad rád, mint a kosz. Ugyanis a trollokról van szó. Nem nálunk az indexen. A, a címe kicsit clickbait. Az internetet elvesztettük, a trollok győztek. De, de ha belegondolunk, hogy mi megy nem csak nálunk, mindenhol máshol, ö, és amit én is mondtam az elején ezzel a nagyon okos kommentelővel, ugyanaz. Ugyanazt leírták ö, sokkal több karakterrel, halvány rózsaszínben. Olvasott mostanában kommenteket Facebookon, youtube bármilyen blog hozzászólásai között? Legyünk általánosabbak, körülnézett mostanában az interneten? Elkeserítő, ami ott zajlik, ugye? Agresszió, személyeskedés, kurvalnyázás, egymás minél durvább megalázása az értelmes párbeszédnek alig-alig maradt nyoma. Kiemelve, az internetnek lőttek. És hogy a szakértők szerint a, a szakértők 80, több mint 80 ának az volt a véleménye, hogy a következő évtizedben a helyzet nem hogy javulni, de valószínű, hogy az online médiában, tehát az online platformokon még romlani is fog, és ez fog dominálni, a negatív érzelmek, a negatív aktivitások, és hogy győztek a, a trollok. Itt aztán megemlítik, hogy a trollkodni természetesen emberi dolog, online médiában, az online térben mindig jelen volt, de de én azt gondolom, hogy amit mi meg tudunk tenni, vagy amit bárki más meg tud tenni a saját oldalán, vagy a saját platformján, vagy a saját websájtján, azt meg kell, hogy tegye. És akkor legalább a saját részéről kizárja ezeket, mert ugye leszarja az ember a trollokat, ezt mondjuk mindig, de de azzal, hogy a, a nekem is az órák alatt megírt cikkemre mondjuk egy ilyen 10 másodperc alatt oda befögött valamit rákommentel, számomra egy ismeretlen ember, ami szerintem az én tartalmam mondjuk az internetnek hozzáadott érték, és nem csak arról van szó, hogy amit Blacky annyira lesajnál, hogy gameplay bazd meg, az nem tartalom. Szóval, amit be más energiát, időt fektetett, azt 10 másodperc alatt nem túl elegáns leszólni. Lehet mondani persze, hogy csinálj jobbat, meg nem kell azt sem mondani. Egyszerűen csak csak nem nem jó dolog. Azért nem, mert, mert azt, aki felé irányul, azt is hiába tudja a dolgot ignorálni, ö, valamit indukál bennem. Ö, indulatot, feszültséget, ö, stresszt, és én meg nem akarok más ember fasságáért stresszelni úgy, hogy ő tíz másodperc múlva már el is felejtette, hogy mit kommentelt, hova kommentelt. Ő azt letudta aznapra, én meg dühítsem magam rajta, meg, meg rágjam a körmömet, hogy de miért, de miért? Nem kell az ilyenekkel foglalkozni. És igazuk van, hogy a kommentelés olyan, mint az uszoda. Elég, ha egy valaki belepisál a medencébe, azzal mindenkinek elrontja a szórakozását. Úgyhogy meg kell húzni a határokat, meg kell tenni a lépéseket, aztán a trollok egymás között vagy elbeszélgetnek, vagy kifogy a téma, és, és ennyi. Más, más dolguk sincs, vagy más céljuk sincs, csak hogy Megragadják a figyelmedet. Ö, az meg az meg hozzáadott érték nélkül mit sem ér, szerintem. De ugye az a baj, hogy ahogy írja a cikk is, hogy, bocsánat, csak ezt az egy mondatot, hogy a, hogy a Facebookot ö, több mint két milliárd ember használja. És az, hogyha ott elindul egy ilyen foslavina, vagy hívjuk bárminek, akkor mindig megtalálja azokat a, a mentálisan labilis embereket, akik úgy érzik, hogy az a másik ember azt mondja, amire én gondolok, mennyire úgy gondolom én is igazad van, és akkor öngerjesztőbe átmegy az egész, elindítasz egy, eldobsz egy hógolyót, és a végén lavina lesz belőle, és ebből senki nem profitál. Cserébe lesz egy átláthatatlan halott fos oldal, mert mert másról sem szól, csak már teljesen off topic -ként arról, hogy ki mit személyeskedik a másikkal. És azt mondják egyébként, hogy ö, szomorú lehet számunkra, hogy azt mutatják a gyakorlati példák egyébként, hogy, ö, hogy ezekből kiketsz meregni az emberi erőforrás egyre kevesebb, túl kevesebb, elfogult, valamelyik oldalra dől, viszont a másik probléma meg ugye az, hogy a gépi intelligencia meg nem tart ott, most sem, meg még egy jó darabig nem fog, ahol ezeket értelmesen szöveget elemezve, nagy biztonsággal ki lehetne szűrni, hogy már pedig ő most trollkodik, vagy zaklat, vagy gyűlöletet kelt de átengedem az iróniát, vagy a szarkazmust. Na, ezt próbáld meg a magyar nyelvbe átültetni. Ha, szép lenne, szép lenne. Nyilván nem fog menni. Mert ugye de erre van tökéletes megoldás egyébként. Csak egy mondatot nem szúrnék. erre az egész problémát. Közben még ez a leg, 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 legutolsó mondatom, és ez a kedvencem tényleg, hogy mert mikor valakit, akit te úgy ítélsz meg, hogy már pedig te troll vagy, bazd meg, akkor akkor és mondjuk tiltod, vagy vagy eltávolítod valahonnan, akkor az jön utána vissza, hogy de hol marad a szabadság meg a demokrácia? Az nem itt kezdődik. Na ennyi lett volna csak a, a, a cikk. Hát a, a szólásszabadság meg a demokrácia, meg ilyesmi, az igazándiból ott jön ebbe a képbe, hogy egy normális face-to-face diskurzus során, te bármikor dönthetsz úgy, hogy figyelj, én nem akarok veled beszélgetni, nem akarok erről beszélgetni, szíved joga, és hátat fordíthatsz a történetnek. Mondjuk, hogyha így a kommentek szaporodnak egy posztod alatt, akkor ez így viszonylag nehezebb. De az jutott nekem eszembe, amit talán egy másfél-két éve beszélgettünk erről, a, a Stack Overflow-nak a zseniális Dante Pokla nevű megoldása. Régebben, ugye még mikor a fórumról beszéltünk, hogy hogy lehet ja, ezt ja, a... ja hogy ez, ez továbbra is tökéletesen megoldja, mert egymás mellett létezik két párhuzamos valóság, a trollok látják, hogy te mit írsz, de amit a trollok írnak, te nem látod, és ők ott vannak egy bugyorba összezárva, és fröcsögnek egymásra, a nem troll embereknek meg van egy ilyen szép, tiszta felülete, ahol kultúráltan elbeszélgethetnek egymással a, a, a témáról, és nyilván a troll meg csak hergeli magát tovább, hogy nem is válaszol, és aztán így ki tudja már hová fajul egymás között, hogy mit művelnek ott a dologgal, de hogy ez így nem nem piszkítja össze a, a, a kultúráltabb hangvételű beszélgetésnek a helyét kéne egy ilyen szerintem az összes ilyen online felületre. Ha a, a, van egy posztod, van, vagy van egy blog posztod, vagy van egy Facebook posztod, vagy valami a valaki, megnyomod rajta a troll gombot, és már is egy alternatív valóságba találja magát a hasonszörű emberekkel. És ez tök jó, mert igazán mindenki azokkal marad összezárva, kvázi akikkel egy szinten van. De képzelj el egy, egy olyan oldalt, ahol nem troll gomb, mondjuk egy politikai poszt vagy politikai tartalmú posztala elkezdenek beírogatni. Én most nagyon sok uh, ilyen hozzászólást uh, elolvastam egy-két ilyen megnyilvánulással kapcsolatban. És akkor lenne egy ilyen MSP, Fidesz, Jobbik, és akkor csak egymásnak Uh, és tudod, azt, azt látja, hogy ó, hát itt mindenki Fideszes, ó, itt mindenki MSP és milyen rendes emberek szólogatnak hozzá. <coughs> mondjuk azt nem tudom, hogy utána lenne még olyan ember, aki mondjuk minden kategóriából kiesik, <coughs> de <coughs> az nyilván egész mást olvasna. Uh, a Facebook az egy nagyon érdekes uh, uh, sztori, mert uh, nem kell kommentelni ahhoz, hogy valaki troll legyen. És nekem a bögyöm egyébként már hetek óta nyomja egy ilyen sztori, ami a mi közösségünkben kapott szányra, és én komolyan mondom, nem tudom hova tenni ezt a, ezt az egészet, de aki olvasta és tudja, hogy miről van szó, az le fogja vágni azonnal a, a neveket és a történést. De de hogy az egyik kereskedő annak örvendve, hogy a másik bezárja a boltját, föltesz egy posztot, hogy én már nem is tudom, gépszkartonozót keresek, vagy kőművest vagy akármit, mert annak az embernek, akinek éppen ez miatt megszűnt az állása, ez volt a szakmája. És semmit nem csinál, ezt kiteszi, hátradől és elindul a lavina. És ez a hógói effektus, ahogy a, a, a Charlie mondta. Szóval én ezt egyébként minősíthetetlennek tartom amúgy. Tehát, hogy egy, egy, egy rendszabályokkal büdös ö, ö, módon megtűzdelt, hihetetlen súlyt a vállán cipelő és mindenféle szarrendeletekkel megregulázott piacon jelenlévő még kereskedő ö, ezt tegye velünk, mármint a közösséggel, amelyiknek egyébként is ugye itt van május 20 a nyakán, és ez, ezen szórakozzon közben, hát azért az gyerekek, tehát az, az, már szerintem egyébként túl megy a trólságon, én már ezt csak simán geciségnek mondanám, Ö, és, és ebből, ebből kialakul egy olyan lavina, amitől aztán emberek fordulnak megint egymás ellen, és elkezdődik a kitett többet a közösségért, ki nem, ki hány embert segített át a, a dohányzásból az e és a nem tudom én mi. És természetesen ezek aztán végén személyeskedésig menő vitákat generálnak, miközben az arcát nem vállaló emberünk meg csak hátradől a fotelbe, és nem tudom mit csinált, valószínűleg uh, erre veri ki, vagy, vagy fogalmam sincs, hogy mi a cél ilyenkor, vagy, vagy egyáltalán az alkotásnak milyenféle stádiumain megy keresztül, és uh, érzi magát ettől jó, de ezt nekem annyira a, hogy is mondja, így beleégett a retinámba ez az egész, és én annyit gondolkoztam ezen, hogy hogy, hogy hogy egy közösséget hogyan lehet az óránál fogva összeugrasztani. Egy, egyetlen egy ilyen beszólással. Hát könnyen, mint ahogy az ábra is mutatja. Igen, 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 igen. Nem beszél aztán a különféle ilyen, ilyen félhangsúlyos gyanúsítgatásokról, meg, meg szó, érted, tehát ó, úristen. Tehát. Ne is menjünk el ebbe az irányba, szerintem, mert ez egy vidám évad záró legyen, és kár is szót pazarolni ezekre a, 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 dolgokra. Tehát a, a természetes kiválasztódás úgy is végzi a dolgát. Steel Moon annyit írt nekünk a, a live alá, Észak-Koreát csak irigyelni lehet. Igen, igen. Igen. Hát az az igazság, van abban igazság, amit Krisztián mond, azért egy picit ellent is lehet belegondolni, ha ilyen hülye ö, szórendel ki lehet fejezni valamit, mert, mert és sokszor gondolkoztam, hogy mikor jön már el az a pillanat, amikor valaki a trolloknak a faszára lép. Fizikailag vagy nem fizikailag teljesen mindegy. Tehát amíg nincsen, nincsen retorzió azért, mert valaki a másik, és ne is azért, mert a másikkal, ahogy beszél, hanem, hanem hogy, ő, hogy végzi azt, amit csinál, mennyire legális vagy illegális, és azért, mert nem nem ö, bukik meg egyből, vagy kettőből, vagy tök mindegy hányból, egyszer valaki biztos meg fogja unni, és ö, aztán lesz sírás, meg hogy hogy az, aki a közösségért olyan sok mindent tett, az bizonyos, valaki följelentette, vagy beszopatta, vagy a se tudja. Szóval, Egyszer valaki meg fogja unni. Mindent, meg megun valaki valamikor. Szerintem ezen gondolkozni is kár egyébként tényleg, mert ez, ez, azon, olyan bugyrokat nyitnak ki ezek a fajta dolgok, amiből, amiből sokkal jobb kimaradni. Tehát így, egy higatabban gondolkozó ember, tehát egy, egyfelől igazán lényegesen bejjebb lennénk, hogyha mindenki mielőtt Entert nyomna, végig gondolná, hogyha ezt más írná, és neki kéne végighallgatnia, akkor mennyire esne jól neki. De sokan nem teszik meg én azt gondolom erről, hogy, hogy ezen lamentálni is kár, mert aki ebbe beleáll, nem tudod elkerülni a személyeskedést, mert, mert jönnek a haverok innen-onnan, akik már csak az, már csak oh, oh, balhé van, gyere menjünk, és akkor, akkor beleállnak a, 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 dologba, és, és semmi értelme, nettó, nettó ujjait között elfolyó idő egyáltalán foglalkozni ezekkel a dolgokkal. Én azt gondolom erről, hogy, hogy, hogy rá kell hagyni egy jó, jó bárkire bármit, ilyen tekintetben, és a, a jobb érzésű emberek ezeket úgy is hagyják így elúszni, és és, és szétszelektálódik. Tehát akinek az a az az élete, hogy, hogy kakát kevergessen, és másnak meg az az élete, hogy beleálljon mint bárkinek a kaka kevergetésébe, akkor találjanak ők egymásra, és legyenek boldogak. Ez megint egy kicsit olyan, mint a Dante pokla, hogy így, így jól érzitek egymással együtt magatokat, akkor tessék, az Legye érdekes te, lehet, a Dante akciós. poklára vissza ö, ö, fűzve, Blacky annyit fűzött rá, szevasz Blacky néz minket, vagy hallgat minket. Hello Blacky! Hogy ö, nem jó a Dante pokla sem, mert hogy egy vélemény buborék. Csak rögzíti a téveszmeidet, és szűkíti a látókört. Igen, e, e, ezen én is gondolkoztam, miközben beszéltél róla, hogy ha valaki rám nyom egy ilyen Dante pokla batönt, akkor tudod, én tovább fortyogok, nem tudom, hogy én le vagyok tiltva, és összeakad két-három ilyen ember, te is hallod, látod, ó, milyen köcsög, igen, szerintem is köcsög, sőt, jött Pista, szerinte is köcsög, és akkor ők így hárman, senki nem reagál rájuk, hogy nem, nem, te vagy a hülye, és ők meg ülnek a, a tudod, egyéb szar, 10 millió légy nem tévedhet, ül a 10 millió légy a szarban, és meg vannak róla győződve, hogy, hogy nem mond senki ellen, tehát jó gondoljuk. Igen, ebben van valami. É, én nem érzem úgy, hogy ez akkor a probléma, mert... Ja, bocsánat, bocsánat, igen, ez az élőadás varása, ezt Blacky, a Fifika, MSP Jobbik, stb. csoport szűrőre mondta. Ja, 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 igen. Én általánosítottam egyébként. a. Arra akartam reagálni még annyit egyébként, hogy pont hasonlót csinált a Facebook saját magától, és, és, és kiakadt rajta mindenki, mint a óra, amikor, nem tudom, egy háromnegyed éve talán fölröppent a hír, hogy a saját faladon látható hírfolyamot a, a te korábbi interakcióid alapján előre megszűri a Facebook, és pont egy ilyen vélemény buborékba kényszerít Igen, de, bele téged, amiben... hogy hát többnyire azokat látod, amik szimpatikusak számodra. Igen és aztán ki, ki is akadtak a kukosóra, és elvileg ki is kapcsolták ezt a feature-t. A, a Facebook egyébként Mert nagyon hogy... szenved ezekkel a dolgokkal, nem csak ezzel, hanem például az iszonyat nagy rákfenéje is, és, és én ennél durvább dolgok nem tudok mondani a, a, az online felelős, hát mi is tartalmat szolgáltatunk, tehát az élő online felelős tartalom, kiszolgálásban, mikor élő egyenes Facebook adásban lesz valaki öngyilkos. Vagy öl meg valaki valakit. És ilyen az utóbbi két hónapban nem egy volt ilyen Amerikában például, és ö, ez, ez, kurva nagy, kurva nagy gáz. Két gomb, és elindítottad az élődet, mint mi most. Csak mi beszélgetünk, valaki még embert öl. Hát azért, na, kemény, nagyon. Ö, sőt, ijesztő. Tök más jutott eszembe. Na, na, na halljuk Krisztián. Ha <hül> igent mondtam volna a fejes mikrofonra, akkor nem kéne kizárnom stopit a felvételről. Csipika, <hül> <Nem> hallott? <hül> <Csifika, nekem. hül> mi le vagyunk fosva, bazd meg, a kurva macska Ah, stop it, akkor nem kéne ki... De várjál, Krisztián! Várjál, várja. várja, várja, várja. Ha itt, ha a macska elrágja, akkor két kábelt rág Egyszerre. tú in van. Oké, okay, mondjad, Fifika? Ne, tehát mi voltunk a, a hülyék, mert rossz irányból közelítettünk e, e, Ez is felé. igaz, ez is igaz. Tehát ha macskával kezdtük volna, már rég lenne. Az Neki. milyen szélspis lett volna azonnal. Ó, oh, adj hozzat a kettőt! <laughs> Krisztián, itt van nálam baz meg, a... tehát be se üzemeltük még az állványodat, és már outdated. Aj, borzasztó. Nem, 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 én szeretem ezt a setupot. Hát meg az jó, a hogy a te szereted, csak mi nem szeretjük. Nektek <laughs> semmi nem jóba kell. Mondok egy kis, egy kis boostot nektek, és ez még nem az adás vége boost, ez csak egy boost, ezt tényleg tökéletlenül kéretlenül írt, nem úgy kéretlenül, hanem nem én indítottam a beszélgetést. Na. Szó szerint fogok mindent felolvasni, nem változtatok semmi, semmit. Szia, szép napot neked. Én voltam, hogy Hello. Charlie, ne haragudj a zavarásért. Meddig fogsz szünetelni a podcast? Ezt körülbelül 5 perccel azután jött ez az üzenet, hogy kiírtam, hogy évadzáró lesz most. Írtam, hogy nyári szünet lesz, miért kérdezed. <kül> Azt mondja, hogy én nagyon szeretem mindent. Amit tudok a gőzölésről, tőled és Blackitől sajátítottam el. Én minden héten hallgatom, ami tőletek érkezik. Ennek nagyon örültem, Tamzap. Lesz tartalom, csak kicsit másképp, ha nyaralás alatt befutok én, vagy bárki más egy érdekes helybe, posztba, bármi másba, azt ki fogjuk rakni. Fifika és Mujó pedig itthon erősítik továbbra is a gőzléreket. Az volt a válasz, hogy Fifika és Mujó nagyon nagy ász. Nagy tisztelet mindannyi jótoknak, megköszöntöm a nevetekben is. Annyi jött még, hogy köszönöm, hogy válaszoltál, élvezd a nyarat, pihenj, ha lehetséges, muszáj lesz, ez megjegyezni. <coughs> szóval az ilyenekből kell, ilyenekből kell meríteni, köszönöm szépen, megemlítem a nevét is, Miháci Tamás az, tehát nem én találtam ki, Miháci Tamás volt az, aki ránk írt, ezúton is szépen köszönjük, nagyon szépen köszönjük hiszen ahogy írta, hallgat, néz minket, úgyhogy ezt is biztos meg fogja hallgatni, biztos jó fog neki esni. Úgyhogy <coughs> ilyenek vannak. Már sajnálom is, hogy elmész Amerikába, Charlie, és itt abba hagyjuk néhány röpke hétre a dolgokat. Annyit mondanék még, hogy <coughs> ne csak arról legyen szó, hogy mikor lesz vége az adásnak, hogy följött egy hálózatmonitorozó szoftver, hogy ugorjunk rá azokra az olvasói kérdésekre, amit múltkor az adás hossza miatt nem tudtunk, és annyira mondtam most is, hogy legyünk egy órások, most járunk egy óra 28-nál, sose lesz annyi, rohadt életbe. Ez olyan, hogy attól függ, honnan nézed. Egy órások, már vagyunk, tehát. Ez már teljesült. Igen, igen. Oké, akkor ezek után ilyen hardrezettel. leállítom, és akkor eddig tartott az adás. Lackó Attila kérdése. Mi a helyzet az elektromos cigaretta platformmal? Még mindig számunkra fel nem fogható magasabb szinteken küzdenek értünk, mert vagy két évre nagyon nagy volt a mellény, de azóta nem hallok felőlük. Vagy Zen. Olvasom szó szerint? Ne, ne, ne. Jó, vagy ne, Zentai ne, István belehalt az éjségsztrájkba a WHO épület előtt. Te ezt nem értheted, nem azért, mert buta vagy, csak mert nem vagy elég tanult hozzá. Én bármennyire kedvelem a kérdezőt, én nem szeretnék erre válaszolni, mert erre nincsen jó válasz. Ne, ne, ne trollkodjunk. Na igen, most beszéltünk erről. Azért mondom szó szerint, olvasok, sőt egy kicsit ki is hagytam. Oké, okay. Marker, te tudod ez mit jelent? De ti válaszolhatok rá, ha akartok trollkodni. Hát én, én... Én, én, én annyit uh, uh, szerettem volna válaszolni, mindaz mellett nem megsértve, Uh, uh, senkit. Én úgy tudom, az István uh, uh, gyakorlatilag uh, föladta azt a, azt a harcot, amit uh, uh, folytatott, uh, és más uh, részeken fejti ki a, a tevékenységét, a platform az pedig ö, ö, maradt ö, továbbra is, tehát a Facebook oldalukon ö, mostanság is jelennek meg ö, ö, friss hírek. Ugye magát az oldalt azt ö, nem szüntette ö, meg, bár azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, ő, ő alapította az oldalt és mi egyébként soha nem tekintettünk egymásra ellenségként egy az István egy véleményvezér volt neki teljesen más elképzelései voltak és hát nem jött be. Tehát ilyen van azért érted, hogy, hogy azt gondolod, hogy kézben tartasz valamit, de mégse. Tehát ez a mostani politikára egyébként hihetetlen módon jellemző, és Krisztiánnal erről órákat tudnánk egyébként beszélni, hogy mi a háttérben annak idején milyen dolgokat próbáltunk meg végezvinni, meg, meg kikkel, kiken keresztül, és nem nem jött, és nem jött, és nem jött, és nem jött össze. Ezért aztán mi ö, megfogadtuk, hogy soha semmilyen ö, ilyen előre iszünk a medvebőrére információt ö, nem adunk ki, mert minden héten volt egy infónk, ami földobott minket, és minden héten volt egy infónk, ami meg visszarántott utána a, a földre minket, és hát amit tudtunk, azt természetesen uh, elértünk, és én most is azt gondolom, és azt mondom, hogy mindenki, aki bármennyit is hozzátesz ehhez az ügyhöz, akár fél millimétert is, Uh, annak uh, uh, nem, tehát azt nem szabad sem, semmilyen szinten sem ellenségnek, sem, sem semmi másnak nézni. Tehát én nem, nem mondom azt, hogy puszipajtások voltunk az Istvánnal, de a végén, amikor már nagyon-nagyon-nagyon szoros uh, volt a, a helyzet, akkor bizony mi kommunikáltunk és próbáltunk együtt uh, tenni valamit azért, hogy hogy ez az abszurd szabályozás ne jöhessen létre. Hát ennyit sikerült, és aztán ő megunta szerintem ezt a, a tehetetlen dolgot, és kiszállt ebből a, a dologból. De ennek ellenére mondom, tehát semmi ilyen óriási dolog nem történt a háttérbe. És hát Krisztián szavaival élve, én mondjuk így aztán már nem is trólkodnám tovább ezt a, a dolgot, amennyiben ezt trollkodásnak veszi bárki, amit mondtam. Oké, okay, köszönöm szépen, hogy figyeltél arra, amit oda beírtam. Nagyon, De meg a troll, fifika. Nagyon kell sietni, úgyhogy légy szíves. Jaj, akkor gyorsan mondja, Csárli, kérdez, kérdez. Deák Tamás, sziasztok! Nemrég találkoztam amerikai oldalakon egy számomra új őrülettel, likvid gyorsérlelés, ultrahangos tisztítással. Itt arra gondolt, mert utána rákérdeztem, hogy ultrahangos mosóba rakod be a palackot, és úgy rezgeted a vizet. Uh -huh, Ti hallottatok uh -huh. már erről? Van esetleg tapasztalatotok ezzel kapcsolatban? Röviden. Hát hadd válaszoljak, ezt mi találtuk föl. Is. 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 Pont amikor likvid érlelésről volt szó, és bejött. Tavaly előtt, vagy azelőtt karácsonykor Évekkel kora, ezelőtt. A, évek a, a Lidlös, Lidlös igen, igen, évekkel ezelőtt, a Lidlös uh, ultrahangos mosó korszakában valamelyik adásban fölismerült, hogyha itt már ilyen rezgetés, meg hő, meg ilyenek. Sőt, még talán az is lehet, hogy én kérdeztem ezt viccből, hogy nem lehetne gyorsérlelni benne, de tényleg csak visznek szántam. Ezek szerint évekkel később ebből új őrület lett az államokban. Gratulálok egyébként, persze gyorsítja az érlelés folyamatát, de semmi jelentősége szerintem, tehát ez olyan baromság, mint a nem elegíz mik mikróba a likvidet, mert szétbontja a molekulákat, érted? Ez egy hülyeség. Hát ennek a másik, kicsit balkánosabb eredeti verziója, a mosógébe bedobni, jól lezárva a likvidet. érlelés. Igen, zganál. de én már olvastam is, olyan kommentet, hogy kinyílt a likvid, és most kidobja az egészet, mert kevesebb van az üvegben, de hát lehet, hogy abban ö, került mosószeres víz is. És öblítő. Vagy ki a Jó, megyek tovább. Gazdag troll Ferenc. Fifikától kérdezném, milyen játékot tolt a telóján podcast talim? Ó, ó, várj, Ferike, egy pillanat az egész, mert bekapcsolom a telómat, Jó, megmondom ad, addig neked. Jó, addig én megyek tovább. Horda hord defenze. Oké, okay, köszönjük szépen. Tőlem kérdezni azt, hogy mikor megy a postára a szépséggyűrűjével, azóta közben itt nem járt a futárod, úgyhogy, úgyhogy csak rajtad múlt a dolog, te basztad el. Mújótól meg azt, hogy érti-e, hogy azért alszunk be a hangjára, mert túl megnyugtató és kellemes hangzású, nem pedig azért, mert baj lenne vele, és köszönöm neki a rengeteg meleg tejet, amit megspórolt, állítólag attól könnyebb elaludni. Hát én ma már rájöttem arra, hogy valami egészen új pálya természetfilmet kéne al alámondanom igazából. Vagy forma egyet. Nem forma egyet nem, de az nem jó, hogyha elalszotok, mert nem azért beszélek, hogy elaludjatok, még akkor is, hogyha melegteljes spóroltok vele. Tónust kell váltanod de... akkor. Hm? Tónust kell váltanod. Hát? Nincs valami durvább, mit tudom is, én valami diktatórikusabb hang nemed? Charlie! Aha, na, na, egyből fölébredtem. Ébredjetek föl mind. Hallod? És, és egy, egy ember már jött az élőbe. Zseniális. Na, 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 ennyi. Nem, én igazából azon gondolkodtam, hogy tényleg ilyen természetfilm alámondásokkal lehetne nyomatni, és így, így el is indult a fejemben egy fonalon a dolog. Elképzelem, mikor a csinálod én... a szinkron stúdióban, fölmondatják veled, Fölolvasod a szöveget, és így vársz, hogy azt mondják, hogy vége, kinézel, és a hangmérnök így alszik a pulton. <laughs> Na jó. Nem, De most, most pilot projektként elmondom a természetfilmet. A hím dohányzás szabályzó éjszaka merészkedik elő vackából. Odújából kilépve első, elsőre jobbra barra nézeget, hogy leselkedik -e rá bármiféle elektromos cigaretta fogyasztó által képviselt veszély. Miután megnyugodott, hamarosan élelemszerző útra indul. <tosz> <tosz> Ébresztő! Ébresztő! <laughs> De, uh, én, én közben azon gondolkoztam, Mujó, hogy téged receptre fognak uh, uh, fölírni. Lesz egy ilyen uh, szempler, ahol csak ennyit mondasz, om, sweet, om, és erre be lehet aludni három perc alatt. De basszus, hogyha gyerekeknek ilyen esti mese hangos könyvekben utaznék, már milliárdos lennék valószínűleg. A francba. Szerintem pályát tévesztettél. Hírcő Gergő azt mondja, viccen kívül Mujó világhírű estimese olvasó lenne. Azt írja Blacky, kicsit Radics Pet is lett ez a Mujó diktátorhang. Nem akarom trollkodni, hogy, hogy ennek most örüljünk-e vagy sem. Tovább megyek inkább a kérdésekkel. Nagy Zoltán Zorán kérdezte hogy arra lenne kíváncsi, kis színes témaként, hogy kinek mi a napi szettje, szettjei, ennyi. Nagyon köszi, és hajrá, Zorán! Annyiszor, de annyiszor elmondtuk, hogy most elmondjuk még egyszer. Kezdjed, és ez lesz az adás vége. Nagyon kell rohannom. Fifika! Nekem egy dvarvertéja, ez a napi szettem, meg alatta egy, mi ez, Joytech? Mini, valami, nem tudom. Ennyi. A felkészült vaper azt se tudja, hogy mit használ. Hát ez milyen már? Én használom, ennyi. Ennyi. <laughs> Én Dwarv RTA vagyok, alatta pedig pikó. Én Armor bottom feeder kazán vagyok, alatta pedig. Na, a kulák, a kulák megszólal. <laughs> alatta pedig egy Hellfire shadow. Úgyhogy ennyi lett volna a kérdések halmaza. Én mindenkinek megköszönöm a, az eddig kitartó figyelmet. Az utolsó adást megpróbálom, háromszor alhúzom, megpróbálom még holnap föltolni, Ö, és aztán elmegyünk nyári szünetre. Ahogy, mi, ahogy mikor jövünk vissza, az ugye attól is függ, hogy mikor lesznek a csillagok, mikor lesz olyan csillagállás, hogy mind a hárman újra száz százalékkal tudunk pörögni a témákon. Ha valami időközben a lábunk elé kerül mondjuk egy aranykazán az utcán, az természetesen közöljük veletek, vagy megosztjuk. Újunkat az elektromos cigaretta vérkeringésén, illetve a pulzusán tartjuk, tehát nem veszünk el, csak átalakulunk és erőt merítünk a következő évadhoz. mindenkinek mindenkinek, patronnak nem patronnak, párásító podcast csoporttagnak és nem csoporttagnak trollnak és nem trollnak köszönjük a kitartó hallgatást, mert mindenki hallgat, olyan mint a győzike senki nem nézi, de tudja mi történik benne, úgyhogy köszönjük az eddigi figyelmet, és jönni fogunk hamarosan, pár hét múlva a következő etappal. Sziasztok! Egy élmény volt, Charlie mindent elmondott. Sziasztok! még hogy a Charlie az, aki siet, nem, nem <laughs> sosem akartam már befejezni. Érez jó magad, nagyon jól Charlie a pocsoja túloldalán. Mi pedig, mi pedig I'll be back, és, és köszi, sziasztok!